Nagy vízválasztója, kedves nézők, a most következő szám a 200 méteres női hátúszás döntője. Igen, igen, ott látjuk a nevét a képernyőn, gondolom mindenki tudja, Egerszegi Krisztináról van szó. És hogy miért vízválasztó? Hát kérem szépen, százon ugyebár ötödik lett, és azóta már megjavították a százas világcsúcsát a válton belül a kínaiak. Szóval, ha nyer, akkor talán kedve lesz és folytatja tovább Atlantáig. Arra pedig, hogy nem nyer, bevallom őszintén nem is nagyon merek gondolni. Minden esetre úgy ítélem meg, hogy talán annak idején 14 évesen Szöulban volt olyan nehéz versenye, mint amilyen ez a mostani lett, mert itt nem csak az ellenfelekkel kell majd küzdenie, hanem a legnagyobb ellenfele ő maga, a kis hitűsége, az, hogy elbizonytalanodott, az, hogy álmatlanul forgolódott, az, hogy gyötrődött, szóval saját magát is le kell győzni. Nézzük a pályabeosztást. Az egyesen Francesca Salvallaio Olaszországból a világranglista 37. helyezettje, és hát ugyebár onnan döntőbe kerülni óriási dolog, még akkor is, ha már volt Európa-bajnoki döntős. Olimpiai bronzérmes Barcelonában 108. volt az ausztrál Nicole Stevenson. A hármas pályán Barbara Bedford, Egyesült Államok, a világranglista harmadikja, 100 háton ugyancsak harmadik volt. Egerszegi Krisztina hátrébb lép, egy picit úgy készülődik. Ő jön ugyanis a bemutatásban, a négyes pályára került, és amiért bízom a jó szereplésében az az, hogy 3,8 másodperccel volt gyorsabb, igen, 3,8 másodperccel, mint a második legjobb időt úszó Vigarani. Tehát Európa bajnoknőnk, olimpiai bajnoknőnk, világbajnoknőnk most a címe megvédésért száll harcba. Lorenza Vigarani tehát a második legjobb idővel a döntőben. Csak Egerszegi Krisztina úszott 2.10-en belül. Vigarani is 2.13.41-et. Sheffieldi ezüstérmes a világbajnokságon Perthben döntős volt, de csak 8. lett. Olyan igazán nagy sikere, dobogó sikere nem volt. Akitől félni kell, a kínai He. Méghozzá azért kell félni, mert minden kínaitól eleve félni kell. Másrészt ő nyerte a 100 métert, és ő volt az, aki világcsúcsot úszott a váltó első tagjaként a 400-as vegyes váltóban. Tehát óriási formában van, és Egerszegi Krisztina mögött ő a világranglistán az idén a második. A hetes pályán az új-zélandi Anna Simcsics olimpiai 5., világbajnoki 4. És a 8. pályán egy japán úszónő, Mai Nakamura, a világranglista 47. helyéről, Salvallaio a 37-ről, ő a 47-ről került a döntőbe. Hát kérem szépen, ez a szereposztás, és remélem ebben a szereposztásban a főszerepet Egerszegi Krisztina játsza majd, és mindenki más csak statiszta lesz. Egy-egy nagy sportolónál az is szerepet játszik, hogy amíg elhiszik róla, hogy verhetetlen, addig talán lélekben néha föl is adják a veszélytársak. Amikor egyszer megverik, akkor azt mondják, jé, hát legyőzhető, és mindazok mellé, amit már elmondtam, ezt is tessék hozzátenni, hogy itt bizony a konkurencia most éhes vadként veti magát Krisztinára, és megpróbálja megverni. De sokat várnak az indítással. 100-on nem volt a legjobb rajta Krisztának,
Egyébként is az alacsonyabb termete miatt a többiekkel mindig a fordulóknál és a rajtnál gondban volt, ezért is volt mindig erősebb száma a 200. Itt a technikája, a nagyobb utazó sebessége az jobban érvényesült, és kezd is keményen, minden esetre figyelnie kell most a jobb oldalára, ahol hiúszik vele. Ő egyébként a világ és Európa csúcstartó Athénban úszta, 30-55 volt akkor az 50-es részidő, 30-20, tehát belül vagyunk a világcsúcs részidő, de ez azt jelenti, hogy a kínai iszonyatosan nagy formában van, és csak valami egészen rendkívüli teljesítménnyel tudja Egerszegi Krisztina megverni, és még azt is el tudom képzelni, hogy a kínai annyiban altatott, hogy hagyta, hogy 10-en fölüli idővel kerüljön be a döntőbe, hát ha ezzel Egerszegi éberséget egy picit elaltatja. Most minden esetre ketten együtt, sőt Egerszegi valamivel előrébb, és 1.02.34 a részidő, Egerszegi 1.02.13-mal, tehát még mindig a világcsúcs részidőn belül, de a falnál mindig a kínai rúgja el magát jobban, és mindig átveszi a vezetést, és aztán Krisztinának ott fehér sapkában az 50 méterre arra megy rá, hogy mindig utolérje a kínait a fordulók miatt. Minden esetre most mind a kettel együtt. És Egerszeginek nagyon-nagyon mondom, talán az élete legnagyobb versenye, annak ellenére, hogy nyert már olimpiát, VB-t, Európa-bajnokságot, ez a küzdelem. Hajszára együtt a falnál, és most megint az a pici hátrány. A kínai fordult elsőként 1.35-tel, és Egerszegi 1.35.05-tel csak másodiknak. És jön a kínai, gyere Kriszta, gyere. 25 méter van még, és fél teszthosszal vezet, És ebből már nem lesz győzelem. A kínai jön iszonyatosan, és Egerszegi Krisztina a második helyen, de nyerni nem tud, és a kínainak megint csak a világcsúcs az ellenfele. A győztes, ez már biztos, nem világcsúccsal, Egerszegi Krisztina a második, és harmadikként érkezik Vigarani az olaszok nagy-nagy gyönyörűségére. Hát kérem szépen, óriási verseny volt, és biztos, hogy újabb álmatlan éjszakája lesz Egerszegi Krisztinának, és mindenkinek, aki őt szereti, és gondolom ilyenek nagyon sokan vagyunk, mert most valóban fölvetődik a kérdés, hogy folytatja majd Atlantáig, vissza akarja-e szedni, vissza tudja-e szedni a világ elsőséget, vagy már ez a harc reménytelen. Szóval kínai győzelem, kérem szépen, kereken egy tucatnál tartanak, egy magyar ezüstérem a nőknél, ez az első női érmünk, és egy olasz bronz. Sajnos nem sikerült a győzelem. A római világbajnokság utolsó